és hívőknek tartják, hívőknek hallják. Jó. Na, akkor kérem szépen a folytatást nézzük. Az alatta levő bekezdést kérem, hogy Isti olvassa föl. Miért jó keresztény közösséghez tartozni? Nem egyszerűbb a többi ember nélkül magunkban hinni és imádkozni? A Biblia olvasásához nem kellenek más emberek. A közösségben másokhoz kell alkalmazkodni, lehet, hogy megszólják egymást az emberek, pletykálkodnak, beleszólnak egymás életébe. Ha a hit és az Istennel való kapcsolat személyes dolog, mi köze hozzá a többi embernek? Jó, na most akkor itt tulajdonképpen mi a lényege annak a felvetésnek, amit itt előhozott a könyv szerzője? Minek a fontosságát hangsúlyozza, vagy emeli ki? Hát ha ránéz a szövegre és a szöveg tetején, arra a bizonyos kérdésre, ami etikai szempontból is jelentős, hogy ez tulajdonképpen miért volt olyan nagyon különös, amit ott mondott Gandhi annak a férfinak, aki tulajdonképpen a szörnyűséget követett el. Miért volt ez a nagyon jelentős? Igen, és hogy hogyan kaphat? Mi volt az, ami mondott, hogy... Milyen példát hozott föl, vagy mit csináljon? Hogy fogadjon magához egy muszlim, egy muzulmán gyermeket, és... Igen, és mi van különös benne, hogy még ráadásul fogadja el azt is, hogy ő muzulmán, tehát legyen a megértő az ő más vallásával, más kultúrájával szemben. És emlékeznek rá, hogy indult a jelenet, hogy mit csinált az a fickó, mit dobott oda? Miért dobta oda a kenyeret? Egyen már végre, ugye? Mert hogy egyébként a böjtölt Gandhi azért böjtölt, mi volt a célja a böjtölésének? Jézus így felett neki, ma lett üdvösség ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia, mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Zákeus, tehát ugye ő is, mi a foglalkozása neki is? Vámszedő, csak ő úgymond fővámszedő. Hogyha most behelyettesítenénk az előbb átvett példázatba, vagy példatörténetbe, akkor vajon ő rá is mondhatjuk azt, hogy alázatos volt? Miben mutatkozott meg az alázata, Adri? Hát, hogy nem kapott pénzt. Az, hogy valaki nem lop pénzt, az nem alázat, az legfeljebb tisztességesség. Hát, hogy adott a szegényeknek? Hát az, hogy adott a szegényeknek, az jótékonyság. Anna? Szerintem abban, hogy így, amikor jött Jézus, akkor nem oda talakadott, hogy ő legyen el, hanem elbújt úgymond, és felmászott egy fára. És igen, ez már mindenképpen egy olyan motivum, igen, egy olyan dolog a történetben, ami azt mutatja, hogy ő nem talakodik oda, de azért érdeklődik.